ilyen gólokkel ez biztos, hogy meg lesz. Védhetetlenül csavarodik a labda a bal sarokba. Máté zavaró elfutása, tökéletes ívben lőtt el, és pont a kapufa mellé magas földén. Tavaly még Siófokon termelt. Nézzük csak, itt megtolja a labdát, nem, hát kicsúszik elé Balajc, egyértelmű. Igaz, hogy már ő is kicsit estében találkozott a kapussal, hát véletlenül tovább futás ebből amúgy sem lett volna. Legerszeg ebben a szezonban. És újabb rögzített helyzet, magasföldi, 2 perccel ezelőtt belőtett szabadrúgás. Lássuk most 11 méterről. És megfogja Balajca! A kipattanót pedig ellövi Balázs. Kint a közönség felé Balajca. Talán nem is kell mondanom, mennyire fontos egy védés. Eltolódott az Zalaegerszeg védekezése. Senki nem maradt rá. Egy fél idő alatt gól és gólpassz 2 héttel ezelőtt a Szombathely ellen, és most egy fél idő alatt gól Kabát Péter neve mellett. Gólját is ebben a szezonban. Remek ítélet bent középen, Kabát belóg, de a túloldalon nem volt lesen Tóth Norbert, és ez is egy vonalnak tűnik. Ahogy a labdával egy vonalban volt Kabát, amikor megkapta Tóth Norbert-től. Az egyik többek között magyar focival foglalkozó internetes portál Willy Magstate megválasztotta tavaly, illetve az a hosszú sorokba, de pont úgy, hogy Vlaszák nem tudott rá megmozdulni. Pollák, Kabát egy állítás után tovább, és remek mozdulat, ahogyan lepörgeti a hosszúra a labdát, Foxy. És végül, hiszen eddig is ő volt ebben a keretben a legjobb újpesti, az Zete ellen már 4 gólt szerzett korábban, nagyon szeret az Zalaegerszeg ellen játszani, Rajci belőhetné ő is, de ráhagyja inkább Kabátra.